Kedves barátaim, meghívottak, kollégák, és mindaz, aki bekapcsolódik ebbe a mai tulajdonképpen rendhagyó és formabontó nyitó konferenciájában annak a pályázatnak, amelynek az a címe, hogy Digital Meet Kultúr, én franciásra szoktam ejteni, úgyhogy elnézést kérek az angolosoktól, azaz, hogy kultúrák digitális találkozója. Itt vannak a protokollális kötelezettségeim, amikor el kell mondanom, hogy ki mindenki van itt, aki tulajdonképpen vagy itt van, vagy nincs, mert az internetes térben ugye követünk és jelenlévőként számít. A vendéglátónkat először is köszöntünk a Csongrád megyei kereskedelmi kamara képviseletében, a kézműves tagozat elnökét, majd úgyis előadóként is színpadra lép Török Lászlót, és dr. Trásherné Olá Zsuzsanna titkárt, aki ugyancsak hasznos gondolatokkal egészíti ki a mai rendezvényt. Jelen van digitális módon Szavatkai partnere ennek a két partnere ennek a projektnek, Tomislav Dedovic elnök, a Digireg képviseletében, és Bodi Suma munkatárs, szintén az előadása itt fog megjelenni online. Szóti részéről itt vannak előadóink, dr. Fekete Gábor szociológus, Bubrák István filmproducer, Gyulai Tamás projekt munkatárs és kollégáim, Csakis Csalagabi, Cségát László és Szabó Zoltán. Mindenkit nagyon örülök, hogy itt látom. Talán az előzményekkel kellene kezdenünk néhány szóval, hogy hogyan is keveredünk ebbe bele a mostani beszélgetésbe, vagy konferenciába. Szótér Egyesületünk a baromi régóta szerb-magyar és vajdasági délvidéki kapcsolatokkal bír. Én valamikor közveti stúdiós televíziósként Újvidéken az ottani kollégákról forgattam filmet, de hasonló módon dolgozott ebben a magyar-magyar és szerb-magyar kapcsolatok építésébe, ott később a ugyancsak megszólaló Bubrák István filmproducer barátom, valamint az utóbbi években elkezdtünk határon túli magyarsággal, de magyarsággal foglalkozni, de nem csak úgy, hogy magyarsággal, hanem úgy, hogy abban az értelemben, hogy az ottani magyarság ugyan integrálódik be az ottani szerb közösségekbe. Erről különben 20-20 filmet csináltunk az egyik ezt megelőző projekt során, ami nagyon érdekes volt, mert a feladatunk többek között, hogy kutatásokat meg egyebeket végezünk, az volt, hogy készítsünk 20 darab filmet. Ez a 20 film itt Csongrád megyében arról szólt, hogy az itteni szerbség hogyan, miként érzi magát, milyen kulturális törekvései vannak, és mennyire tudja magát kifejezni. És ennek a pandatja volt a másik oldalon a vajdaságban, amikor az ottani kollégák ugyancsak készítettek 20 filmet az ottani magyarságról. Zárójelben jegyezem meg, hogy természetesen a két meló nem volt tükörszimmetrikus, hiszen itt 20 filmet készíteni az itteni szerb nemzetiségről, tekintve a létszámát, vagy pedig ott készíteni 20 filmet az ott lévő magyarságról, ugye sokkal könnyebb feladat, bármint tartalmilag, azt nézve, hogy hogyan jönnek össze a témák. Aztán ez a projektünk sikerre rádult. A filmeket levetítették a helyi televíziók, itt is, ott is, sőt, meg is ismételtünk, mert nagyon szép produkciók születtek. És ennek a sikerét díjazták azok a pályázati döntnökök, akik a következő alkalommal bírálták el, hogy ismét dolgozunk együtt a szabadkai kollégákkal. Ennek során pedig ugyancsak filmek is készültek, de ennek már volt egy konkrétabb célja, nevezetesen a turisztika és idegenforgalom fejlesztése. Alapban az volt a feladat, hogy tárjunk föl mindenféle kulturális objektumokat, nevezetességeket, amelyek a turisztika szempontjából érdekesek és fejlesztendők lehetnek a jelenben és a jövőben. Ezt ugyancsak készítsék el a kollégáik Újvidéken, illetve a Vajdaságban, majd közben neveljünk ki, képezünk ki fiatalokat, akik amatőrfilmesként szívesen részt vesznek ebbe a mozgalomba, és aztán el is készült nem kis mennyiség, 50 darab film Magyarországon, és 50 darab film Újvidéken, és mindegyik, ugye mindenféle idegenforgalmi nevezetességről
szól, és ezt mutatta be a nagyközönségnek. Itt nálunk a Városi TV-től kezdve sok környező helyi televízió vetítette, és aztán ismétlésre is került, és szép sikert aratott. Na, és akkor folytathatnám a gondolatot, hogy ennek a története a következő etap, aminek most a nyitókonferenciáján vagyunk itt. És indításként én föltettem, nem tudom, néhány napja jelent meg valamelyik hírportáron egy hír, amely ezt a bizonyos tárgyat mutatja be, amit itt láthatnak. Nevezetesen arról volt szó, mint a média közölte, hogy Felső-Tisza környékén lévő kis faluba jártak, keltek muzeológusok, meg kultúrás emberek, és akkor az egyik portán egy néninél ezt a kotlát, vagy edényt látták, és aki kicsit jobban hozzáért, elkezdte jön közelről megnézni, és kiderült, hogy ez a tulajdonképpen az időszámításunk előtti 4. századok kelta edény, amelyet a helyi homokbányából hoztak ki, még annak idején a homokot is kitermelők, és úgy gondolták, hogy jó lesz ez ott a virágokat, meg egyebeket tartani ott a tanyán, vagy a falu széli házba, és azóta ez ott van, a legnagyobb örömére a régészeknek, akik ezt felfedezték. Ezzel azt akarom szimbolizálni, hogy milyen hihetetlen történelmi kapcsolatok vannak múlt és jelen között a kézművességben. És valamikor, mikor én a filmrendező készítői pályámat kezdtem a Madarason, készítettem majdnem 2 évig tartó filmet, minden 2 hónapban oda mentünk, és a helyi régész barátom mindig közölte, hogy most menjünk le, mert most minden nagyon érdekes eredményt fog nem sokára születni, mert a Madarason van a magyarországi, vagy a Dunántól keletre lévő szarmatlan népességnek a egyik legnagyobb temetője 600-valahány sírral. És mi lázosan mindig kivonultuk, hogy most ott majd fogjuk látni a kincseket, és majd most milyen érdekes lesz, és a kamera nem fogja tudni, hogy mit mutasson, annyi érdekesség lesz. Ezzel szemben rég egy világon semmi nem volt, csak a dombok, a halmok, amelyek szépen ástak kifele, és csak kitermelés volt, földkitermelés, most a végén az alján találtak egy kirabolt sírt, és benne az ég egy világon semmi, csak néhány elenyésző kicsi apróságot, ami azt mutatja, ez az egész délaföldi régészet, vagy ez az alföldi régészet milyen hihetetlen érdekességű abban a szempontban, hogy óriási munkával nem lehet semmit találni, pedig az itt lévő kultúrák rendkívül érdekesek, és ami meg viszont megmaradt, az leginkább a kerámia. Mert a fa ugye elporlad, a vas az tulajdonképpen elég jelentős mértékben elkorhad, elrozsdásodik, de a kerámia megmarad, mint a kézművesség egyik darabja, mint ez is bizonyítja. Én akkor láttam, hogy ez milyen érdekes dolog, és az ember tovább gondolja, akkor amióta megjelent az európai gondolkodásban, meg a, de mondhatni a távol-keleten is, maga a manufaktúra, a tömeggyártás, azt megelőzze minden, amit az ember előállított, az kézműves termék volt. Gondoljunk páncélokra, gondoljunk ivóedényekre, gondoljunk fabulákra, mindenféle kapcsokra, amivel az asszonyok összekapcsolták a ruházatukat, de maga ott volt a ruházat is, amit meg kellett szőni, meg kellett festeni, az ékszerekről nem is beszélve, meg a tégelyekről, meg mindenről, minden kézművesség volt. És ez adja ennek a mostani projektunknak az érdekességét is. Ez a hihetetlen történelmi múlt, meg a lehetőség, amely úgy kínálkozik elénk, hogy a gyáripar, a sorozatgyártás, a marketing és ennek a kötelezettsége mennyire bedarálja az egyéni intuíciókat, az invenciókat, mennyire azt a művészetet, amelyel a kézművesek valamikor készítették a darabjaikat, amelyek minden egyedi volt, minden különleges volt, minden más volt, és az ember és a tárgy közötti kapcsolat mennyire humánus tartalomban bírt még akkor, és most már elmondhatni inkább csak sorozatgyártásban, nem beszélve a 3D-s nyomtatók lehetőségéről, amely mindent megcsinál. És abban a korban, amikor lassan, én eléggé pesszimista vagyok, a mesterséges intelligencia felé haladunk, akkor egyre inkább ez kevés, ami mentségéül szolgál annak, hogy hogyan lehet-e átvinni a túlpartra magát a kézművességet. Erről szól ez a mostani projekt, sokféle érdekességet fognak hallani itt, akik ezzel kapcsolatban beszélnek, és
A küldetésünk ebben a végeredményben az lesz, hogy Csongrád megyében 15 kézművesről készítsünk egy kb. 10-12 perces filmet, bemutatván azt, hogy mik azok a tradíciók, amiket ők megjelenítenek munkájukba. Készítsenek ugyancsak ezt a másik oldalon. A mi gondolkodásunkban, hogy ez az egész Dél-Vinének számít, mert hiszen Trianon előtt ez az egész egy kulturális és gazdasági egység volt egészen le, tudom én, Újvidékig. És végezetül pedig azt is, hogy 3-3 műhelyben fiatalokat oda víve, érdeklődő fiatalokat ismertessék meg maguk a mesterek, mert mondjuk ez a szó is megfelel, ismertessék meg a mesterek a fiatalokat abban, hogy hogyan állunk tovább. Lesz ennek egy kutatási része, amelyről majd néhány szót Feleki tanár úr fog szólni, és ezzel én be is zárnám mindazt, amit én ezzel kapcsolatban nem vitaindítóként, hanem programindítóként el tudtam mondani, azok mellett, amit még elfelejtettem természetesen, mert ezt még ezt a témát lehetne folytatni. Na most akkor ugyanakkor én képviselem magát a moderátort, és akkor föl kell konferálnom a szabadkai társ kollégámat. Pontosan azt mondja, hogy Tomislav Dadovic elnök a Digitális Régió Egyesületnek a bejátszása következik most, amelyben ő elmondja szerb-magyar nyelven a közös pályázatok keletkezését és céljait. Dobar dan svima, ja sam Tomislav Dedović iz udruženja Digitalna regija, predsednik udruženja iz Subotice i želim da vam kažem nekoliko reči o tome kako je nastao ovaj projekat. Ja sam odrastao okružen starim zanatima, a svoju karijeru sam gradio dok su nove tehnologije doživljavale ekspanziju i potiskivale stare zanate. Međutim, kao što ni televizija, ni internet nisu mogli nikada da unište radio, tako ni sve moderne tehnologije nisu mogle da unište ono što je plod ljudskih ruku. Moj ujak je Livac. Njegovi spomenici krase trgove širom regiona, kvake koje on radi, svakoga dana otvaraju nečije domove. Ograde čuvaju nečiji mir. Rastući uz trud mog ujaka i njegovih radnika, kako je vreme prolazilo i moja karijera se razvijala, tako je i kamera u mojim rukama sve više snimala plodove njihovog rada. Dok su kamere bile sve savremenije, njihov rad je bio sve vredniji i cenjeniji. Kao dokaz ranije rečenoj tvrdnji da je plod ljudskih ruku neuništiv. Odatle ideja da na jednom mestu u digitalnom svetu zarobimo spretnost njihovih ruku i tu vrednost ponudimo generacijama koje dolaze. Ez volt szabadkai kollégánk bekapcsolódása a konferenciába, és akkor most pedig Török László tagozati elnök barátomat, azért mondom, hogy barátomat, mert 20 évig keresztül együtt dolgoztunk a kamara elnökségébe, aki a kézművességről fog ejteni szót, mint a kézműves tagozat elnöke. Örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és néhány szót a kézműipari tagozatról mondjak. A kézműipari tagozat körülbelül 200 főből áll, több szakmát képvisel, többek között autószerelő, szépségipar, fodrászok, kozmetikusok, elektronikai villanyszerelő, technikus és népi iparművészet. Ezek az emberek részt szoktak venni különböző kiállításokon, rendezvényeken, iparművészeti versenyeken szoktak megmérettetni magukat, és ott tudnak a régi dolgokra, a régi termékekről megfelelően a mai embereknek olyan dolgokat bemutatni, ami már sajnos fogyóban van. Ezt nagyon tudjuk, hogy nagyon sok szakma eltűnőben van. Az én szakmám mechanikai műszerészként dolgozom, mesterként, és kulcsokkal, biztonságtechnikával kezdtem foglalkozni, ezelőtt 45 éve. Most februárban lesz 16-án, hogy 45 éve működtetem folyamatosan a cégemet. Először egyedül kezdtem a tevékenységemet, egyszerűen reszelővel, meg különböző olyan szerszámokkal, ami abban az időben be lehetett szerezni. Majd később, néhány év után
tudtam hozzájutni olyan géphez, amivel a kulcsok megmunkálását elő tudtam segíteni, és ez egy kézihajtású gép volt, és ezt folyamatosan tovább fejlesztettem, idővel már villanymotor meghajtású gépeket készítettem is, amit el is adtam, piacra vittem ezt a terméket, és a kulcsokkal, a biztonságtechnika mellett idővel fejlesztettem a cégemet, ami azt jelentette, hogy gravírozást is elkezdtem készíteni a gravírozással, különböző tárgyakat, meg jelöléstechnikai eszközöket tudtam megvalósítani. Ezt folyamatosan bővítettem, mert igény volt a bélyegző készítése, mert abban az időben még állami monopól helyzetben voltak ezek a bélyegzőknek a gyártása, tehát nem engedélyezték. Majd nagy nehezen el tudtam érni, hogy megkaptam az engedélyt az országban másodikként, aki jelöléstechnikával, bélyegzőkkel foglalkozott, és akkor beszereztem egy kiselejtezett nyomdagépet, ami 12 mázsás volt. Ezzel tudtam megönteni a különböző betűket, formákat, ami szükséges volt a bélyegzőnek az előállításához. Ez egy hosszú folyamat volt, ami kialakult. Az, hogy a bélyegzőket tudtam gyártani, ez majdnem másfél év kellett, ami kiforta magát, hogy sorozatgyártást is tudtam vele végezni. A legrégebbi megrendelőm a Szegedi Orvostudományi Egyetem, azoknak több mint 33 éve gyártam és készítem a bélyegzőket, tehát ők voltak az első között, akiknek készítettem. Majd amikor ez megvolt, utána rátértem még más egyéb tevékenységre, a sportserlegre, mert erre is volt igény, mivel jelöléstechnikával foglalkoztam, feliratokat hoztak, különböző edényeket, olyan jellegű dolgokat a sportolóknak, hogy hamutál, és erre kellett valamit ráírni, és hát ez megdöbbentem, hogy egy sportolónak ne hamutálat adjanak már, hanem teljesen más gondolkodásban kezdtem hozzá, és a sportserleggel foglalkoztam, akkor ennek a feliratozásával is ebbe tudtam a mai napig is talpon maradni. Jelenleg 12 embert foglalkoztatok, akiknek hosszú évek óta kenyeret biztosítok a családjuknak, van, aki már 30 éve ott dolgozik, átlagosan 10-15 éve, 20 éve dolgoznak a kollégák nálam. A tevékenységemen belül, tehát még visszatérve a régi múltra, a reszelőre, meg a fűrészlapra, amikor ezeket készítettem, azon voltam, hogy hogy tudom ezt modernizálni. Nyilván a technika fejlődése során olyan ütemben rohamosan az utóbbi 10-20 évben megváltozott a szakmáknak a jelenléte, ami a informatikai rendszer fölváltotta már ezeket a régi nagy gépeket, akár kulcsmásolóban, meg egyéb más vonatkozásban, ami azt jelenti, hogy ma már az informatikával, ami volt gépek, 12-14 mázsás gépek helyett, ma már ilyen 150-200 kilós gépekkel tudunk dolgozni, és lényegesen jobb minőséget tudunk produkálni. Hozzáteszem, a bélyegzési jelölés technikánál azt a minőséget nem tudjuk a legmodernebb technikával se előállítani, mint annak idején a hagyományos linógépekkel, amiket készítettünk, gumibélyegzőket. Tehát sokkal szebb volt a betű karaktere, látványosabb volt, élesebb képet tudott biztosítani. A mostani technika nyilván nagyon jó, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy a kor, ahogy halad, mindig újabb és újabb dolgokat fognak létrehozni, behozni. Hát ennyit szerettem volna néhány mondatban elmondani, ha van esetleg valakinek kérdése, nagyon szívesen válaszolok rá. Ha nincs, akkor meg átadom a szót újból Miklós neked. Látható egy eleven példa arra, hogy a kézművesség az utóbbi negyed században ugye honnan hova futott el, és hova fejlődött, és az összes problémájával, mert hallottunk ugye a piacról, modernizációról, egyebekről, 100 évvel ezelőtt nyilvánvaló ez nem kényszerítette a mestereket arra, hogy nap mint nap foglalkozzanak, hogy mi a modernebb technika. De erről részletesebben ugyancsak a Szótér Egyesület régi kollégája, munkatársa és barátom, dr. Feleki Gábor szociológus a Szótér Egyesület képviseletében a Dél-Alföldi Tájkörzet és Kézművesség Helyzet és Lehetőség című előadását fogja megtartani, fogadják szeretettel. Nem tudom, hogy nagy csapás-e önök számára, hogy nem két perces változattal készültem, mint szerbiai partnerünk. Abban állapodtunk meg Pavlovics elnök úrral, hogy megpróbálom fölvázolni ennek a projektnek a
egy lehetséges kutatási elképzelését. Ahogy említettem, van kapcsolatunk a határon túli partnerekkel, korábban is működtünk együtt. Azt lehet mondani, hogy majdnem hasonló témában az ifjúsági turizmus témakörben, amiben ők azt a fantáziát látták, hogy egy ilyen határmenti kulturális megmerítkezésre alkalmas témakörről van szó. És azt is be kell vallanom, hogy nekem a kutatási bakancslistámon a kézművesség, mint olyan, eddig valahogy nem szerepelt. Tehát az intellektuális libidómat nem nagyon mozgatta meg ez idáig. És amikor elnök úr jelezte, hogy a partnereink egy ilyen témát választottak, hát megvontam a vállamat, és azt mondtam, hogy jó. Tehát a kézműves mesterségeknek a köre kulturálisan is összeköti szerintem a határ két oldalán élőket, és ez egy olyan témakör, ami alkalmas egy nagyon magasztos értelmet kulturális közvetítésre is. És ráadásul ők okosak is, tehát okosan gondolkodtak. Nagyon sok olyan elképzeléssel találkoztam már, amikor döntéshozók mindenfajta előkészítő munka nélkül ülnek össze, és okos fejek egymás közt megtárgyalják és hoznak egy döntést. És társadalomkutatóként én mindig azt szerettem volna, hogyha mondjuk a lakosságot érintő döntésekre kerül sor egy településen, akkor érdemes lenne előtte valamilyen helyzetfelmérést végezni. És akkor ők most így gondolkodtak, hogy végezzünk előtte egy helyzetfelmérést a kézművesség helyzetéről, a határ két oldalán, tehát egy ilyen tükör kutatásról lenne szó, és akkor ennek az ismereteknek a birtokában, vagy a tapasztalatoknak a birtokában könnyebb lesz megvalósítani a projektnek a következő lépéseit. Ezek gyakorlati lépések lesznek, tehát akár csak a filmkészítés is, illetve elnök úr nem említette, tehát lesz egy olyan mozzanat, amikor kísérletet kell tenni arra, hogy hogyan lehet átadni ezt a kulturális hagyományt, kulturális örökséget. Na most itt lát. A kézműves tevékenység, vagy a kézművesség egy borzasztóan széles kört ölel át. És azt kellett eldönteni, vagy azt kell nekünk a kutatás során eldönteni, hogy a kézművességnek melyik köre fog bennünket érdekelni. Most például azon gondolkodom, hogy lassan el kellene mennem fodrászhoz. És van egy kiváló kézműves fodrász, aki foglalkozik a fejemmel már, nem is tudom, másfél évtizede, Gizike. Gizikét valószínűleg nem fogjuk bevonni a kutatásba, pedig kézműves tevékenységet végez, tehát emberi erővel dolgozik, kéziszerszámmal dolgozik, de valószínűleg a partnerek nem erre a fajta tevékenységre gondoltak. Akkor esetleg lehetne szűkíteni a kört, hogy azokra a kézművesekre vonatkozik majd a kutatás, akik valamilyen terméket hoznak létre, valamilyen tárgyasult terméket. Most itt van egy tárgyasult termék, ez a szemüvegem, ez valamelyik nap leesett szépen a kőre, és akkor itt be is csorbult, és tervezem, hogy elviszem a látszerész mesterhez. Ott közelünkben van egy látszerész, aki kézi erővel, kézi munkával, némi szerszámmal, mert tudjuk, azért a kézművességbe ilyen gépi támogatottság is azért belefér, meg fogja csinálni. De valószínű, hogy a látszerész mester se fog belekerülni a kutatásba, hanem nagy valószínűséggel azok a kézműves tevékenységek, azok a terméket, tárgyasú terméket előállító kézműves tevékenységeket fogjuk megcélozni, amelynek valamilyen kulturális értéket hordoznak, akár a hagyomány őrzés véget, akár más véget is, tehát amelynek kulturális tartalma van.
Most itt kilépek a szerepemből. Egy szociológus ilyet nem mondhat. A kultúra az az életünk. Tehát az, hogy nem kultúra a gizike, meg nem kulturális tevékenység, amit Szezsi Dénes látszerészmester végez, az is. Itt most a kultúra hagyományos értelmezéséről beszélek, és nagy valószínűséggel elsősorban az a mag, az a pirossal jelzett mag fog bennünket érdekelni, ugye, amit a népi kézművesség képvisel, de valószínűleg tárgyalni fogunk arra, hogy mi ezt a kört valamelyest azért tágítsuk ki, hiszen olyan, a kézműves tevékenységnek olyan termékei is vannak, amelyek éppenséggel nem, hogy mondjam, a sok-sok évszázados hagyományból táplálkoznak, esetleg nem is csak természetes anyagok megmunkálásával vagy foglalkoznak, hanem például az iparművészetnek is vannak olyan nagyon szép teljesítményei, amelyek jelentős kulturális értékkel bírnak. Jó, tehát körülbelül azt próbáltam érzékeltetni, hogy hát ebben a piros és sárga körben fogunk majd mozogni. Mi áll rendelkezésünkre, mert elnök úrral azt beszéltük, hogy akkor beszéljünk Dél-Magyarországról, Csongrád megyéről. Maga a projekt egyébként Csongrád megyét nevesíti, illetve Észak-Bácskát nevesíti. Na most látszólag nincs baj a kézművességre vonatkozóan, hogyha úgymond a hivatalos politika szintjén nézzük, hiszen 2012-ben született egy vidékfejlesztési stratégia, és akkor ennek a vidékfejlesztési stratégiának részeként 2013-ban született egy viszonylag nagy horderejű anyag, ez pedig a népi kézművesség stratégiája címet viselte. És akkor elkészült egy adatgyűjtés, amiről maguk az alkotók is elmondták, nem teljes körű. Nem mondom el, mik voltak a szempontok. Tehát ennél mindenféleképpen nagyobb körről van szó. Egy olyan 4000 valahány főt rögzítettek országosan, akik a lehető legkülönbözőbb tevékenységi körökbe tartoztak. Azt hiszem, körülbelül olyan 15 szakmacsoportot, vagy mesterségcsoportot alkottak meg, és ez alapján mutatták ki, hogy országosan ezek a mesterségek körülbelül milyen arányokat képviselnek. Azt lehet mondani, hogy ebből én kigyűjtöttem külön a Csongrád megyei adatokat, és hogyha összehasonlítjuk egymással ezt a két ábrát, van egy nagyon fontos strukturális hasonlóság, hogy innentől idáig, tehát a márványozott részig, azt lehet mondani, hogy majdnem hasonló a kép, hogy alapvetően hímzők, fazekasok, fa megmunkálók, fonók, szövők, bőrművesek és népi ékszerkészítők. 80%-a a mesterembereknek ezekkel a mesterségekkel foglalkozik. És akkor azokban a márványos részekben úgynevezett régi mesterségek találhatók, azoknak a száma szinte végtelen. Ott például már különböző festők, pingálók, üvegművesek, stb. Is megjelennek. Tehát azt lehet mondani, hogy ha Csongrád megyét választják a partnerek, vagy azt választottuk, akkor bizonyos értelemben vissza tudja tükrözni ezeknek a népi kézműves tevékenységeknek a szerkezetét Csongrád megye. És akkor, ha már Dél-Alföldről van szó, akkor azt is megmutatnám, hogy talán Békés megye is hasonló, ám ha Bács-Kiskun megyét is választották volna a partnerek, akkor ott már
Bácskisfrú megye egy kicsit deviáns módon viselkedik. Tehát addig még rendben van, hogy hímzők és ugye fafaragók, és akkor utána jönnek olyanok, akiket országosan, meg Csongrád megyében ilyen jó helyen nem találtunk. Régi ritka mesterségek, csipkekészítők, ugye, már Kiskunhalas ugye, eleve. Aztán mézes kalácskészítők jelentős arányban. Úgyhogy Bács megye ebből a szempontból némileg kilógna a sorból, ha bekerülne a helyzet felmérésbe. Ugye természetesen ahhoz, hogy, tehát ennyit tudunk, tehát még egyszer, ez 2013, azóta elmúlt néhány év, és tudjuk, hogy a kézművesség helyzete nem kitörési pontja, vagy a kézművesség nem egy gazdasági értelemben kitörési pont, vagy egy nagyon jelentős gazdasági potenciál, bármennyire is létezzen vidékfejlesztési stratégia, bár ha valaki megnézi, hogy abban a kézművességnek hány sor jutott, akkor végül is hát bólint, hogy rendben van, de mégiscsak bekerült a fejlesztés szempontjai, vagy lehetőségei közé. Most arra kell törekednünk nekünk, hogy valamilyen módon el tudjuk érni a térség kézműveseit. És ehhez megpróbáljuk, vagy nagy tisztelettel várnánk ugye a segítséget, hogy hát különböző szakmai szervezetekben tagsággal rendelkezők, különböző ilyen jellegű rendezvényen résztvevők köréből valamilyen olyan listához tudjunk hozzájutni, amelyen keresztül elérhetjük őket. És mint tetszenek látni, mindjárt elmondom, hogy körülbelül miben gondolkodunk. Van ott az a csúnya lila karika, vagy gömb. Hát itt van a Covid hatás, ugye, aminek nem csak a kézművesek egzisztenciájára van, vagy lett komoly hatása, értékesítés, stb. Vásárok elmaradása, hanem ránk is. És az az elképzelés, hogy esetleg hogy személyes interjúk formájában, mármint személyes kérdezés formájában történjen a helyzetfelmérés, nagy valószínűséggel nem fog működni, és ezért arra fogunk kényszerülni, hogy hát ez is online adatgyűjtés legyen. Megvannak ennek a technikái, és sok tekintetben olcsóbb, jobban is működik, meg vannak a maga hátrányai is. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan csak olyanokhoz tudunk eljutni, akikhez az online, tehát azokhoz jut el a kérdőjük, majd akik az online térben elérhetők lesznek. Tehát nekünk ilyen adatbázisokat kell megszerezni, és aztán van egy olyan, hát idézőjelben tett mintavételi módszer is, amit úgy hívnak, hogy hólabda mintavétel. Mindenkit, akit el tudunk érni, arra kérünk, hogy segítsen bennünket abban, hogy tovább dobja a labdát, és a személyes networkjéhez tartozókat is hát be tudjuk vonni akkor a kérdezésbe. Tehát ez az elképzelés, és akkor hát az óramutató járásával megegyezően indulnánk el, föltérképeznénk ugye, hogy itt kiről van szó, milyen tevékenységet művel, mi a termék, akkor hát ez a marxistának tűnő kifejezés, ugye egy termelési mód, ez a munkaszervezet, amilyen módon ő ezt a tevékenységet végzi. A piacfüggőség, hát az meg azt jelenti, hogy egzisztenciálisan mennyire függ attól, hogy a termékeit értékesíti. Van, aki hobbiból csinálja, van, akinek van rendes állása, és mellette csinálja például, de van, akinek ebben van, tehát ez a mestersége, ez a kvázi főállása és egyetlen bevételi forrása. Ezt néznénk meg, akkor megnéznénk ugye a környezetet, hogy mennyire kedvező vagy kedvezőtlen a pénzügyi, a jogi szabályozás,
aztán, hogy adott esetben hát mennyire, milyen lehetőségeik vannak, támogatottság, milyen regionális és országos szinten, mikhez tudnak hozzájutni, akkor megnéznénk azt, hogy a COVID hatás az hogyan jelentkezett az ő életükben, tevékenységben, mennyire vetette vissza a tevékenységüket, és aztán önreflexió az még azt jelenti, hogy megpróbáljuk, hogy megnézni ők hogyan látják maga, hogyan ítélik meg a lehetőségeket, milyen gondjaik vannak, milyen elvárásaik vannak, milyen segítséget várnak, és így tovább, és így tovább. És akkor ezt még nem tudom pontosan, de kísérletet tehetnénk arra, hogy egy lakossági adatfelvételt csináljunk, hogy ők hogyan látják a kézműves szakmákat, tevékenységeket. És akkor ugye az utolsó mozzanat pedig ugye a projektbe való beemelés pedig azt jelenti, mindjárt ehhez most már tényleg finál, ugye az egyik, ilyen különböző képeket gyűjtöttem a netről, hogy ugye a digitális térben eljuttatni a nagymamához is, meg a családokhoz, meg idősekhez, meg fiatalokhoz, és akkor a másik pedig átadni, ugye? Ez lesz a cél, hogy átadni ezeket az ismereteket. És még elnézést kérek elnök úrtól, a végére beraktam ezt a képet. A személyesség benne annyi, hogy ez anyósomnak az alkotása. 1930-as, 40-es években csinálta még kislányként, vagy fiatal lányként. Hosszú életet élt, már nem él, de azt még megérte néhány évvel ezelőtt a feleségem, elvitte egy ilyen, hát hogy mondjam, alkotói körbe, és őt bemutatták, és akkor ilyen szép kiállítást kapott. Köszönöm a figyelmüket, és elnézést, hogy időkeretet túléptem. No, hát akkor... Most képet alkothatunk arról, hogy a szociológiai vetülete a projektnek, illetve a kutatás az mi mindenre fog kiterjedni, és milyen alapos lesz. Köszönjük szépen előadását a tanár úrnak. És akkor most elvileg egy konzultáció következik, tehát itt egymás között a résztvevők megbeszélhetik az eddig elhangzott kérdéseket is, és kapcsolatokat építhetnek ki. Ez most a következő rész. Konferenciák második részében be fog konferálnánk szabadkai partnerünknek videó becsatlakozását. Dobar dan svima i srdačan pozdrav iz sedišta digitalne regije u Subotici. Szabadkáról jelentkezünk a digitális régió központjából, s tekintettel a helyzetre, az általános járványügyi helyzetre kénytelenek vagyunk most ilyen módon jelentkezni. Én Boris Schumann vagyok, a Digitális Régió munkatársa. Ono što vam danas predstavljamo jeste novi projekat koji je zapravo na neki način nastavak jednog projekta koji smo već završili. A Szabadkai Digitális Régió és a Szegedi Szotek Egyesület egy közös projektbe fognak, amely valami módon folytatása az eddigi projektnek, és ennek a neve Digital Meet Culture. Az előző projektünk neve Interkult volt, és mi meggyőződésünk, hogy jelentősen hozzájárultunk a kulturális együttműködéshez és a határon átnyúló kulturális együttes programokhoz. A digitális régió Szerbiában, tehát Szerbia északi részén helyezkedik el, Észak-Vajdaságban, a Szoter viszont Szegeden, tehát Dél-Magyarországon, és mindkét város, mindkét körzet az egykori osztrák-magyar monarchia része volt,
és mint ilyen számos közös kulturális hagyománya rendelkezik. A két régió a múltban tulajdonképpen már számos közös projekten vett részt, különösen az IPA határon átnyúló programon keresztül, és ez a legutóbbi projektünk is egy ilyen hasonló program volt, amelyben szoros együttműködést folytatott a két régió. Ebben a bemutatón most láthatják azokat a projekteket, amelyeket az elmúlt egy évtizedben igen nagy sikerrel vittünk véghez. Što se tiče digitalne regije, mi smo dakle udruženje građana, neprofitna organizacija sa respektabilnim kapacitetom u implementaciji projekata, kao što ste mogli već da vidite, realizovali smo niz projekata. A digitális regio egy non-profit civil szervezet, amely azon kívül, hogy határon átnyúló projektekben is részt vett, mint ahogy az előbbi bemutatóban is láttuk, igen nagy sikerrel. Hazai számos pályázaton is részt vesz, és különösen digitális anyagokkal, tehát filmanyagokkal igyekszik úgy a gazdaság, mint a kultúra, a turizmus terén jobbá tenni az emberek életét. Ono što je zapravo naša najveća vrednost jesmo mi sami, dakle human resources, odnosno ljudski kapital kojim... A humán erőforrás, tehát magunk mellett, akik közül számosan nap mint nap együttműködnek az egyesülettel, sokan viszont csak időnként dolgoznak be. Az egyesület igen minőséges, jó műszaki felszereltséggel is rendelkezik, amivel nap mint nap igyekszünk minőségi anyagokat készíteni. A Digital Meet Culture projekt tulajdonképpen egy lépéssel tovább halad az Interkult projekthez képest, ugyanis az előző projekt végrehajtása során rájöttünk arra, hogy van egy terület, ami még nincs eléggé sem kivizsgálva, sem bemutatva, amely viszont sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy a két város lakossága jobban megismerje egymást, illetve hogy komolyabb és jobb együttműködést folytassanak egymással. Na primer, jedna od dominantnih tema kada se govori o saradnji bilo koje vrste i bilo koje oblasti između Subotice i Segedina. Csongrád megye, úgy mint Észak-Vajdaság is az építészetéről különösen ismert, és ebben az építészeti örökségben a szecesszió egy különlegesen fontos helyet foglal el. Viszont tudjuk, hogy a szecesszió nem érne semmit az a számos kisiparos és mesterember nélkül, akik tulajdonképpen létrehozták ezeket a gyönyörű emlékeket. Minél inkább beleástuk magunkat a témába, és minél jobban kivizsgáltuk ezt a területet, annál inkább jöttünk rá, hogy nem csak az építőipar terén működő kisiparosok és mesteremberek azok, akiket talán a média nem a legmegfelelőbb képpen és nem a legjobban mutat be, és akikre nem fordítunk elég figyelmet, hanem számos más szakma is van, amelyekkel többet kellene foglalkozni, és amely lehetőséget ad arra, hogy a két szervezet további együttműködést folytasson ennek az új projektnek a keretében. Pored architektúra i secesija navešću vam još jedan primer koji je možda zapravo i najbolji. A szecesszió mellett viszont van még egy terület, ami talán ami igen nagy értéket képvisel, és amit eddig méltánytalanul talán elfeledtünk, vagy nem fordítottunk rá elég figyelmet, ez pedig a szalmakép készítők. Ugyanis nem csak Szabadkán, de a határ túloldalán, Szegeden is számos nő foglalkozik azzal, hogy szalmából csodálatos képeket készítsen. Ezt az értéket pedig már indítványozták, hogy az UNESCO is felvegye az örökségek listájára. Ezekről a szakmákról pedig ennek a projektnek a keretében videó anyagokat készítünk majd, az új generációkat is bevezetve ezeknek a szakmáknak a rejtelmeibe, akik segítenek majd abban bennünket, hogy bemutassuk nem csak azoknak, akik részt vesznek a projektben, hanem a szélesebb közönséggel is megismertessük ezeknek a szakmáknak a szépségeit.
A következő képen, a szlájdunkon láthatjuk majd lépésről lépésre, hogy hogyan is képzeltük el ezt az egész folyamatot, hogy hogyan fogjuk felkutatni, kivizsgálni és bemutatni ezeket a szakmákat a szabadkai, illetve a szegedi egyesületek együttműködésével. A projekt keretében, amely két részből áll, tulajdonképpen egy nagy méretű tanulmányként képzeltük el az egészet, amelynek első részében egy véleménykutatást fogunk végezni a kisiparosok és mesteremberek körében, hogy megnézzük, hogy milyen gondokkal küzdenek, hogy bemutassuk a szakmájukat és az életüket. A másik részében pedig szeretnénk őket jegyzékbe venni, hogy készítsünk egy áttekinthető, széleskörű képet ezekről a szakmákról. Miután ezt elvégeztük, akkor következik tulajdonképpen a legérdekesebb rész, amikor miután már megismertük ezeket a mesterembereket és kisiparosokat, akiket megkérünk majd arra, hogy készítsenek közösen egy programot, amelynek a célja az lesz, hogy középiskolásokat vonjunk be, és nyári táborok keretében, mint műhely munkákon keresztül a gyerekek is megismerjék ezeket a szakmákat, és hogy minél jobban bemutassuk a széles közönség előtt is. Az elképzelés szerint ez a program 2 hónapig tartana, melyben 5-6 fős csoportokat oktatnánk ezekre a szakmákra. Középiskolás diákokról van szó, és az egészet úgy képzeltük el, hogy a szerbiai diákok Magyarországon vennének részt ezeken a képzéseken, viszont a magyar gyerekek pedig Szerbiába jönnének a műhely munkákra. Mivel hogy mi a digitális régió elsősorban felvételezéssel, digitális anyagok, videóanyagok készítésével foglalkozunk, természetesen a gyerekeket is be fogjuk kapcsolni, és mindenről videófelvételt is készítünk, és az mellett, hogy a gyerekek részt vesznek magukban a műhely munkákban és a táborokon, segíteni fognak bennünket abban is, hogy elkészítsük ezeket a videóanyagokat. Mint azt tudjuk, minden, amit nem tudunk, azt megtaláljuk az interneten. Tehát ennek a projektnek is az egyik fő célja az, hogy 15 videón keresztül egy ismeretterjesztő, úgynevezett tutoriál videókon keresztül feltöltsük azt a YouTube-ra, és ahol bárki megnézheti, megtanulhatja, hogy hogyan is működnek ezek a régi, már-már feledésbe menült szakmák. Mindez mellett, mindez az anyag, amit felveszünk, és a munkánkról való jelentések, beszámolók természetesen megtekinthetők lesznek majd a helyi televízióban, illetve a rádióban is hírt adunk róluk, úgy Szabadkán, mint Szegeden. Planirali smo razvoj, odnosno, da budem precizniji, nadogradnju dve digitalne platforme koje će nam služiti za realizaciju. Projekt keretében 2 digitális platformot szeretnénk még tovább fejleszteni. Az egyik az a már meglévő, az eddigi projektünk keretében megvalósult honlap, amelyre ezután is fel fogjuk töltögetni a kutatásaink eredményeit, tehát feltesszük majd a térképet, amelyen megláthatjuk, hogy hol találhatók meg ezek a szakmák, kik ezek a szakemberek, hogy milyen kis a különböző részleteket, amit megtudunk ezekről a szakmákról. Ennek a digitális platformnak e-Handicraft a neve.
Pored web stranice planirano je da izradimo i aplikaciju za az említett honlap mellett még tervezünk egy applikációt is kidolgozni, hogy közelebb kerüljünk a fiatalabb generációhoz, akik már tudjuk, hogy inkább a mobiltelefont, illetve a tabletet használják, és szeretnénk, ha ők is minél könnyebben és bárhol hozzáférnének ezekhez a tartalmakhoz. S obzirom da sve ono što budemo radili, što polaznici... Azzal, hogy ezeket az anyagokat feltöltjük a világhálóra, biztosítjuk azt is, hogy a projekt befejezése után is még hosszú ideig elérhetők legyenek ezek az anyagok. A projekt befejezését egyébként 2021. decemberére várjuk. S obzirom da će mladi ljudi iz Segedina i regiona dolaziti u Suboticu i Severno Bački. Amellett, hogy digitálisan, tehát az interneten, a világhálón keresztül kommunikálunk, természetesen a személyes kapcsolatok is nagyon fontosak, és erre is hangsúlyt fektetünk, hogy amellett, hogy a szabadkai gyerekek Szegedre utaznak, illetve a szegedi és a Csongrád megyei gyerekek Szabadkára jönnek látogatóba. Emellett reméljük, hogy a látogatók a nagyobb közönség érdeklődését is felkeltjük, és sokan eljönnek majd megtekinteni ezeket a szakmákat, és esetleg egy kis ajándéktárgyat is magukkal visznek majd. Végül, de nem legutolsó sorban, a turizmus is egy fontos szempont ebben az egész projektben. Tehát az is fontos, hogy ne csak a szabadkai és a szegedi régió lakossága kapcsolódjon be, hanem számos más helyről is felkeltsük az emberek érdeklődését. Remélem, hogy felkeltettük az önök érdeklődését is, és hogy önök is annyira izgatottak lettek, mint amennyire mi izgatottan várjuk már ennek a projektnek a megkezdését, és nagyon reméljük azt, hogy a járványügyi helyzet megengedi majd, hogy a terveinket végrehajtsuk, és hogy személyesen is találkozzunk hamarosan. Köszönjük a figyelmet! Akkor most visszatérünk a hazai vizekre, és megkérdem Bubrák István barátunkat, filmproducert, filmrendezőt, hogy a filmesek lehetőségei és a kézművesek általában kapcsolatáról tartsa meg előadását. Televíziózásunk hajnalán Gorzsai Állami Gazdaság területén találták, voltak a híres gorzsai ásatások. Horváth Feri, aki ismeri, a nyugalmazott múzeológus, volt múzeumigazgató, ő volt ennek a ásatási projektnek a vezetője, várta a stábot, megérkezik a stáb, akkor nem 2-3 főből állt egy stáb, hanem 11-14 főből, megállt a Latvia, áramlik ki a nép, mindenki rágyújt, toporog, rendező oda megy a Horváth Ferihez, bemutatkozik, jó napot kívánok, XY vagyok, hol vannak azok a leletek? Azt mondja, most tapossák. Innen szép fölállni, innen jutottam én is el oda, hogy most arról beszélhetek, hogy ilyen kihaló mesterségeket hogyan lehetne megmenteni filmes eszközökkel, és megmutatni azt, hogy mi az, amit eleink tudtak. És akkor menjünk vissza az időben, bár Miklós is foglalkozott már vele, találtam az interneten egy kifejezetten érdekes és szemléletes anyagot, mégpedig az, hogy az honnan indult el tulajdonképpen a kézművesség. És hogy az ókornak volt 3 fő mestersége, a fazekasság, a különféle edény készítés, a szövésfonás, látható rokka, fonókerék, és a fém megmunkálás. És tulajdonképpen ebből a 3-ból indult el az a szakmai vagy szakmabőség, ami már a középkort is jellemezte, és akkor mutatom, hogy mesterségek a középkorban fonalkészítő, kötélverő, szövő, nem akarom fölcsorolni, látják, bognár, asztalos, tímár, tetőfedő, olyan kihaló mesterségekig, vagy kihalt mesterségekig, mint a láncing készítő, a páncélkészítő, bár néha úgy gondolom, hogy ma erre szükség volna.
Eljutva aranyműves, rézműves, sörfőző, ezt majd ki fogom mutatni, vagy ki fogom vetíteni ezt a népi mesterségek listáját, majd egy másik képre is. És akkor ugye ezekre a mesterségekre az volt a jellemző, hogy mind a mester önmaga készítette, és az egész gyártási folyamatot egyedül vitte végig. És ugye később a manufaktúrák, céhek, gyárak létrejöttével specializálódás ment végbe, és ez érdemes elolvasni, hogy mik voltak ezeknek a jellemzői. A lényege az, hogy annyira specializálódtak egy-egy munkafolyamatra, hogy az aztán önálló szakmaként volt elismerhető vagy elfogadható. És akkor eljutottunk oda, hogy ma jelenleg a legkeresebb szakmák egy 2016-os felmérés szerint, tessék megnézni, hogy mennyi régi mesterség van ebben benne, vállalatirányítás, pénzügyi tanácsadó, mérlegképes könyvelő, könyvvizsgáló, piackutató, fejvadász, stb. Hát én egyet találtam a régi mesterségek közül, az asztalost. Ez az, ami be tudta magát verekedni a legújabb kor kedvelt mesterségei közé. És akkor én ezt most ezzel kiütöm, és akkor egy másik inzertet teszek be. Tessék megnézni, szinte névsor szerint, vagy ABC sorrendben van szedve, asztalostól egészen eljutni a zenészig, a Vincellér zenészig. Ez azt hiszem, hogy 80-valahány szakma, ami ebben megtalálható. Én tételesen végignéztem mindegyiket, és gyakorlatilag egyet nem ismerek, nem tudom, mi lehet az, ez pedig a telepes. Próbáltam utána menni az interneten, és semmit nem találtam róla. Na most nagyon érdekesek ezek a megnevezések. Ugye nyilvánvaló az, hogy ötvös, az, hogy pásztor, az, hogy csordás, az, hogy révész, az, hogy szabó. Ezek a foglalkozások, ezek megjelentek családnévként. Mert oda lehet visszamenni, hogy ezt a foglalkozást űzték az ősök, és ez a foglalkozás átment családnévben. Egy másik dolog, ami elgondolkoztató, és talán érvényes is, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyek bizonyos Magyarország területén élő nemzetiségekre, kisebbségekre jellemző. Ha például azt mondjuk, hogy mészégető, vagy szénégető, vagy azt mondjuk, hogy drótos, hol van, itt van drótos, utána nevében is benne van drótos tóta, Magyarországon lévő szlovákságnak volt egy jellemző foglalkozása. Ha azt mondjuk, hogy lócsiszár, ha azt mondjuk, hogy rézműves, ha azt mondjuk, hogy vályogvető, vagy esetleg azt mondjuk, hogy kolompáros, akkor ott tartunk, hogy a Magyarország területén élő cigányságnak volt a jellemző foglalkozása. Nagyon érdekes, 1980-ban forgattam én egy filmet, és abból számomra világosan kiderült például, hogy itt vannak ezek a foglalkozások, hogy pásztor, csikós, számadó, bács, pacsó, ez a számadó juhásznak a egyes vidéken elterjedt nevezéke, bojtár, juhász, stb., hogy ez a hazai németségnek volt, tehát a juhokkal való foglalkozás, bár ugye a racka, a cigája az ősi magyar juhfajták, de mégis, amikor a merinői juhot behozták Magyarországra, akkor ez a hazai németségnek lett a jellemző foglalkozása. Fábián Sebestyén környékén egy Schneider nevű öreg juhásszal találkoztam, aki
azt mondja, hogy föl is sorolta, hogy a Kitzingerek, a Bunzingerek, tehát azokat a sváb családokat, amelyek ezekkel amelyek a juhokkal foglalkoztak, mert hogy addig a merinói juh nem volt elterjedve Magyarországon, 1700-as években hozták be, Mária Terézia hozatta be és telepítette le a merinói juhokkal foglalkozó svábokat, és így lett ennek a népcsoportnak, vagy nemzetiségnek a foglalkozása. Nagyon érdekes, amit az öreg mondott, azt mondta, hogy figyeljék meg a megnevezéseket. Juhos, az azt jelenti, hogy juhai vannak. Az gazdag ember. Juhász, annak nincsenek juhai, az foglalkoztatott, az szegény ember. Az dolgozik a juhosnak. Ki lehet terjeszteni a többi foglalkozásokra is ezeket. Na most, bizonyos népi mesterségek olyan színvonalra fejlődtek, hogy már az művészeti tevékenységnek volt nevezhető. És akkor született 2004-ben egy meghatározás, népi iparművészet, egy kulturális minisztériumi rendelet értelmében a hagyományos kézművesség technikai ismereteit, gondolkodásmódját, motívumkincsét próbálja a mai a tárgyalkotásban felhasználni, érvényesíteni, és így értelemszerűen egyre közelebb kerül az iparművészethez. Ugyanakkor mindvégig megtartja kapcsolódását a hagyományokhoz, megőrzi kézműves alapjait, nem törekszik ipari jellegű sorozatgyártásra. Jó, bonyolult megfogalmazás, de gyakorlatilag benne van a lényeg, nem sorozatgyártás, kézműves jelleg, és kapcsolódik a hagyományokhoz. Hogyha ezeket megjegyezzük, ezt a három ismérvét, akkor nem vagyunk messze az igazságtól. És akkor ez a rendelet föl is sorolja azt, hogy mely foglalkozásokat ismer el népi iparművészetként, és ki tudja adni rá a népi iparművész minősítő címet. Hát akkor tessék az a bocsorkészítőtől, bognár, bőrművesen át a tetőfedőig, és ugye nyilvánvalóan a tetőfedőként nem arra gondolt, aki fölmegy és megigazítja azt a három cserepet, vagy becserepezi a házat, hanem akik például a fazsindejeket készítik, akik a zsúptetőket készítik, akik bizony a fával foglalkoznak. Tessék megnézni, ez fönt van az interneten, le lehet tölteni. Valószínű, hogy mi, egyesület, a Szótér Egyesület által készített projektek közül is, ezek közül a mesterségek közül lehet kiválasztani azokat, amelyeket bemutatnak, 15-öt, a 15-ből ugye 3-hoz ki lehet menni két-két napos kvázi ifjúsági táborként, hogy elsajátítsák ott a szakma alapjait, és bemutatni az összes többit. Na most még valamit szeretnék mondani, hogy a televíziózásban a népi iparművészetnek, vagy a kismesterségeknek, vagy a kihaló mesterségeknek a megjelenítése, az a televíziózás kezdete óta egy sláger. Volt ebben némi fejlődés azért. Míg a kezdeti időszakban azt láthattuk, olyan filmek készültek, amiben kiment a riporter, bemutatta a népi iparművészt, bemutatta azt a kismesterséget gyakorló szemét, aki fölvette az ünnepi ruháját, bevezette a vendégeket a tiszta szobába, és akkor ott készült vele egy interjú, csak a mesterségről nem tudtunk meg semmit. Ezer ilyen film készült. Aztán később ez tovább fejlődött, és már rájöttek arra, hogy a mesterséget is meg kell mutatni. Na most ennek volt egy vadhajtása, amikor a riporter úgy gondolta, hogy ő a főszereplője a filmnek, és mindenbe belebeszélt, mindent ki akart próbálni, mindenhöz odaállt, akkor ő vésett, ő furt, ő faragott, ő festett, ő nem tudom én, drótozott, szóval amit lehet, mindent megcsinált, hogy mint egy önmagán keresztül szűrve mutassa meg azt a bizonyos mesterséget. Akkor rájöttek, hogy ez se jó,
meg kell hagyni ezt azoknak, akik ezt tudják, akik ezt értik, és akik el is tudják ezt mondani. És így elérkeztünk a harmadik fázishoz, talán az általam is legjobban kedvelt az, amikor hagyják, hogy az az ember dolgozzon, megpróbálják okos kérdésekkel arra felé terelni, hogy arról szóljon a film, amit el is terveztek, és az illető biztos, hogy meg fogja tudni oldani, és így készülnek azok a filmek, amelyeket mi is el tudunk fogadni. Hát én abban reménykedek, hogy ezek a filmek, amelyek itt mind Magyarországon, tehát Csongrád megyében, mind pedig Északbácskában elkészülnek, ezek továbbiakban is megtalálhatók lesznek a nemzetközi televíziózásban, illetve hogyha fölmegy valaki az internetre, akkor meg fogja találni ezeket a filmeket, és okulhat belőlük. Köszönöm szépen. Bekonferáltam már egyszer vendéglátónkat, és akkor most szólítanám a pulpitoshoz Trásányi Olá Zsuzsanna titkárt, a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárát. Előadásának címe, ha jól olvasom szemüveg nélkül, kézműveség ma, hagyományőrzés, piac, korszerűség és marketing. Pontosan azoknak a kérdéseknek a kvázi összefoglalója, amit mi már különféle oldalról pecegettünk. Zsuzsa, légy ő kedves, köszönjük. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagy örömünkre szolgál, ahogy az előző projektekben most is együtt dolgozhatunk a Szótér Egyesülettel, illetve a partnereikkel a határ túloldalán. Mi kamaraként fontosnak tartjuk itt a határmenti együttműködést, és nagyon szoros a kapcsolatunk a határ túloldalán lévő kamarákkal is. Ugye nevünkben Kereskedelmi és Iparkamara van, de 2001-ben a kézműves kamara is beolvadt a kamaránkba. Tehát 1994-ben, amikor új alakultak a kamarák, akkor a Kereskedelmi és Iparkamara és Agrárkamara mellett külön kézműves kamara alakult. Itt alelnök úr ugye ott volt vezető a kamarában, tehát egy idő után összeolvadt a két kamara. Akkor már 94-ben hosszasan kollégákkal együtt azon filozófáltunk, hogy igenis, hogy mi a kézművesség, és ki a kézműves, ki az iparos, ki a több szolgáltató, tehát hogy lehet elhatárolni ezt a tevékenységeket. Hát itt is az előző előadásokban már pontosan hallottunk erre definíciót, hogy igazán a népi kézművességnek a fogalmát lehet azért pontosan definiálni. Onnantól kezdve, hogy a maga a cégvezető is végez munkát, az nagyon fontos a kézműves fogalmában. Csak ahogy elkezd kicsiben alakulni egy cég, mint ahogy alelnök úr is említette, egyre nagyobbá válik, és akkor egyre több technikai eszközt használ, és vajon meddig kézműves valaki, honnan iparos már, tehát ez nehezen fogható. De a lényeg az, hogy nálunk külön tagozatba tömörülnek a kézművesek. Ott is többféle felosztás volt az elmúlt időszakokban, de a legutóbbi időben úgy alakult ki az osztálystruktúra, hogy a népi kézműves és iparművész osztályt, ami nem sok vállalkozást tömörül, de nagy a jelentősége a megyét illetően, azokat teljesen külön csoportba, teljesen más logikával dolgoznak, és érezzük, hogy egy lakossági kézműves, egy fodrásznak megint más a kérdése, más információra van szükség, ők egymás között tudják jobban megbeszélni, megosztani az információkat, illetve aki az ipart szolgálja ki, ők is megint más terület. Tehát más egy autószerelő, fogtechnikus, tehát nagyon sok terület van, és külön kiemelt figyelmet fordítunk a népi iparművészet irányában. Sajnos a létszámuk csökkent a kamarán belül is, és szerintem a megyében is kíváncsi lennék tényleg a felmérésre, hogy 2013-ban mit láttak.
a kutatók, és most jelenleg mi a helyzet. A COVID hatás, a pandémiás helyzet, mi mind, szinte ugye mindegyikőkkel kapcsolatban vagyunk rendszeresen, nagyon rosszul érintette őket. Tehát ami megélhetés biztosított számukra, ezek a vásárok, kiállításokon való megjelenés, látogatók fogadása egy-egy műhelyben, az nem valósulhatott meg. Tehát ez a réteg szinte teljesen nulla bevételi forráshoz jutott az elmúlt időszakba. Nincs turizmus, nem tudják őket meglátogatni. Nem lehetett megtartani azokat a táborokat is, mert van olyan kézműves, aki abba az irányba is elindult, hogy saját maga táborokat szervez, hogy minél inkább fennmaradjon ez a szakma, azokat se lehetett megtartani. Tehát nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a vállalkozások, és hát nagyon bízunk, hogy egyáltalán fennmaradnak a jövőben. Mit végez a kamara, illetve a kézműipari tagozat? Van egy értékmentő akciónak is lehet mondani, ez a Magyar Kézműves Remek Országos Pályázat. Ez minden évben kiírásra kerül ez a pályázat. Itt az egész ország területéről a legjobb népi iparművészek elküldik a termékeiket, ez van egy zsűrizés, és ők kiállítást rendeznek országosan ezekből a termékekből, és gyakran ehhez egy külön konferencia, egy nagyobb rendezvényhez csatlakozik ez az egész rendezvény. Gyakran a szakképzési rendezvényekkel is összekötik, hiszen ami ez a projektnek is a nagyon fontos célja, hogy megismertessék a fiatalabb generációval ezeket az értékeket, és próbálják ez irányba is valamilyen módon orientálni. Egy másik nagy rendezvény ez a Kézművesség 1000 évvel Kárpát-medencében. Ez is az ország egy-egy városában van egy nagy konferencia, egy találkozóhely a kézműveseknek, hogy ők egymás között megbeszéljék az aktuális problémákat. Mi a kamarán belül, miután így kézműves nagy rendezvényt, miután nagyon szertágozó ez a csoport, nem igazán tartunk, hanem inkább szakmai napokat szervezünk. Ez a klasszikus kézművességnek inkább, tehát amit beszéltünk a lakossági szolgáltatóktól kezdve, de egy autószakmának is egy külön érdeklődési köre van. Kamarai rendszer egyrészt egy nemzetközi hálózat, emiatt is mondtam, hogy a határ túloldalán is szoros kapcsolatban vagyunk a kamarákkal, hanem egy magyarországi hálózat is. És itt például tavaly is a Heves megyei kamarából jött egy csapat, az ottani kézművesek, és itt meglátogatták az itteni kézműveseket, tapasztalatcsere volt. Partnerek vagyunk, ahogy ugye az iparművészet és a kézművesség az előző előadásokban is megvilágításra került, hogy egyre szorosabb a kapcsolat, hogy olyan iparművészeket összefog a szövetséggel, amikor ők kiállításokat szerveznek, akkor hozzá kapcsoljuk az iparművészeinket, a népi iparművészeket is. Ugye a kézműves remek pályázatról néhány kép, tehát a gyékényfonás, fazekasság erőteljesen megjelenik a hímzés vásárhelyről, tehát nagyon sok pályázó van. Például a másik esemény, amit említettem, amikor a társkamarák látogattak meg, akkor ugyanúgy kézműves termék egy esküvői ruhaszalomba, a kézzel készült gyönyörű ruhák, ahol hímzéseket is tartalmaznak ráadásul, de ugyanúgy egy fazekasház vásárhelyen nagyon híres, és oda is ellátogattak a török kulcsszervizen túl tapasztalatcserére. Amikor az iparcalonnal tartottunk közös rendezvényt, és itt a kultúra találkozása, hogy ez a Szegedi Nemzeti Színházban volt ráadásul, ott is a meghívott becsatolom látszik, hogy kik vettek részt ezeken a rendezvényeken. Itt név szerint is meg lehet említeni Amrus urat, a vásárhelyi fazekast,
Gálné Ildikót, Török Ilonát, Tóth Hildát, Elsomogyi Andrá sajnos már nem él a Afrodité Szalon, tehát ők tavaly tényleg kiállítóként részt vettek, de az országos rendezvényeken a kamaránkat nagyon sokszor a Tarjányi József képviseli, a Csongrádi Késes, aki ez a halasbicskákat viszi tovább, tehát ő is nagyon aktívan közreműködik a kamarában. Somogyi Könyvtárral elindítottunk egy rendezvénysorozatot, még a kamara 120 éves évfordulója kapcsán, ugye hány évesek is vagyunk, hát most már több mint 130, hogyha a kereskedelmi iparkamara, a Szegedi Kereskedelmi Iparkamara történetét nézzük. És azóta is mi minden évben egy kiállítást rendezünk, hát sajnos most nem tudtunk decemberben, de ez az ünnepi készülődésnek és adventinek a része mindig, hogy a könyvtárban egy Mesterségek dicsérete címmel egy-egy szakmát bemutatunk a tárgyi emlékekkel együtt, illetve a könyvtár kutatásokat végez az ő lehetőségeihez mérten a különböző könyvemlékeket föltárja, és így is megjelenik egy-egy szakma. Mi meghívjuk a jelenlegi diákoktól kezdve a jelenlegi vállalkozókat, hogy nézzék is meg egy-egy szakmát. Itt most minden évben szép díszes meghívója is van, itt éppen a néhány évvel ezelőtt itt kerestem ki, ahol a kádárok, hordók készítők, ennek egy nagy tárgyi emlék is megjelent, és nagyon érdekes volt. És ez alapján minden hónapban a kamarai újságunkban egy külön rovatot indítottunk, ahol a könyvtár kollégái kutatnak régi mesterségek után, régi emlékek után, és azt megjelenítjük egy-egy rövid történetben. Ebből most jelent meg decemberben a Mesterségek dicsérete című könyv. Ez azokat a múltból lévő bejegyzéseket tartalmazza, ami egy-egy könyvben, újságcikkben megjelent egy-egy régmúltból 50-100 évvel ezelőtti történetek, ami a mai napnak is tanulságul szolgál. Tehát ez egy értékmegőrzés nagyon fontos a kamarának, és ezért üdvözöljük ezt a projektet, és igyekszünk aktívan közreműködni a népi iparművészek, kézművesek felkutatásában, és hát reméljük tényleg lesz lehetőség a személyes találkozókra, mert igazán ez csak úgy működik, tehát kicsit aggódok az online felmérés és hasonlók miatt, mert azért a korosztály egy része tényleg már idősebb korosztály, akik a mesterszoba benne van, hogy át is adják, vagy megpróbálják átadni a mesterséget. Ez is egy külön fogalom, hogy ki képes átadni, ki mesterre. A kamara foglalkozik mesterképzéssel, de alapvetően nem ezekben a szakmákban, hanem a gázszerelők és a kőművesek és hasonlók körében. De ott is egy hosszabb képzési folyamat után válik valaki mesterré, mert nem elég a szakmai tudás, hanem kell tudni átadni a mesterséget. Hát gondoljunk csak a szegedi papucs történetére, hogy hány ember készítette, és több nekifutás volt erre vonatkozóan, hogy hogyan lehet átadni a nagymesterektől, hogy lehet megtanulni a fiatalabbak, hogyan tudják, és hogyan lehet a fiatalokat motiválni. Ez az érték megőrző funkció most egy más vetületében jelentkezik az elmúlt hónapok eseményeiben. Itt kialakult a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna, és kialakult, ahogy a látszik a térképen is, ez a zóna, ez nem csak a három megyét, régiót tartalmazza, hanem a Vajdaságot is. Egy külön gondolkodás elindult, hogy hogyan lehetne a térség gazdaságát föllendíteni. És amikor ezen gondolkodtunk, akkor adott volt, hogy versenyképesség növelése, környezetvédelem, klímabarát, mindenféle fejlesztés, környezetfejlesztés, ami itt nálunk speciálisan ez az egészségügybe került, pláne most a pandémiás helyzetben.
És egy negyedik láb is kialakult, ami a határon átívelő társadalmi kohézió erősítése címet viseli. Tehát valahol az, hogy a közös értékeket próbáljuk föltárni, és próbáljuk itt a régió identitását megfogalmazni, és közelebb hozni a határ túloldalán élő, gyakran, tehát tényleg hasonló gyökerekkel rendelkező embereket, hogy a határ ne válassza el őket. És ebben az egyik kulcs dolog a helyben maradás, tehát hogy mindenki a helyben tudjon boldogulni, ennek vannak többféle intézkedései, amit megfogalmaztunk. Ennek van a szakképzés, tehetséggondozás lába is, ami szerintem nagyon fontos, illetve a letelepedés támogatása, helyben maradás támogatása, a helyben vállalkozóvá válás támogatása. És van egy másik lába, ez a szecessziós élmény régió fantázia nevű, de igazán itt a helyi kreatív ipar fejlesztése, amit úgy látom, hogy ezt kiemelt fókuszba szeretnénk helyezni. Itt konkrétan az intézkedési táblából szedtem ki néhány gondolatot, ami most is itt ebben a projektben is történik, ez az a digitális digitalizációja az értékeknek, hiszen az azért a jövőnek a megmaradásnak egyik záloga, hogy ténylegesen sajnos a mesterek nem fognak örökké élni, akik jelenleg csinálják a mesterségeket, de őrizzük meg azokat, amiket ők tudtak, és ezt becsüljük meg, digitalizáljuk, amit tudjunk, és nézzük meg, hogy hogyan lehet egy ilyen turisztikai attrakciófejlesztés, élményipar irányába eltolni ezt a dolgot, és milyen támogatásokat kaphat itt a kreatív ipar, a megbecsülések, hogy minél megbecsültebb legyen ebbe a régióba. Hiszen ez a határ mindkét oldalán, ez nagyon fontos, és ahhoz, hogy mi itt egy értéket tudjunk képviselni, és kifelé is a régióból sugározni, ehhez ezt szükséges fölmérnem. És amikor azt megfogalmaztuk, hogy mikor lesz sikeres ez az egész projekt, tehát mik az eredmények, hogyha itt az egész gazdasági övezetben a kulturális örökség egy érték lesz, amely társadalmi és gazdasági hasznot hajt, és ezt megfelelően ápoljuk, műveljük, attrakciókat kötünk hozzá, akkor nem hiába dolgoztunk. Tehát igazán itt, amit a Miklós kért itt címszavakban, lehet, hogy nem teljesen arról beszéltem, de mondani való az, hogy akkor lehet egy jelenlegi nagy értéket képviselő népi iparművész tevékenységet megőrizni, hogyha megfelelően azért digitalizáljuk, a korszerű technikákkal bemutatjuk nem csak a szűkebb környezetébe, hanem a tágabb környezetébe, segítjük az ő munkáját, hogy hogyan tudja ezt megvalósítani, hogyan tudja ő is eladni magát a mai piacon. Tehát gyakran nincsenek honlapok aktuális, nem jelennek meg, nincsenek jó fényképek azokról a termékekről, nincsenek megfelelően kiállítva, nincs olyan kiállítási környezet, ahol ezt biztosítani tudjuk. És a fiatalok bevonzása a másik kulcs tényező, amit ugyancsak ez a projekt megfogalmaz, hogy igenis ismerjék meg, és találjuk meg azokat a fiatalokat, akik ezt az ő formanyelvükre, akár kicsit modernizálva, de tovább viszik a jövő szempontjából. És abba bízom, hogy ez a pandémiás helyzet erre lehetőséget ad kicsit a vállalkozásoknak, hogy ilyen téren erősödjenek, és ezt tudatosabbá váljanak, és nekünk, mint lakosság, mint fogyasztók tudatosodik, hogy itt a helyi regionális értékek nagyon fontosak, és nem messzere kell utaznunk, nem messzirekről kell behoznunk termékeket, hanem ismerjük meg itt a helyi termelők, helyi termékeit, és minél jobban ismerjük meg a helyi értéket, amit a kézművesek képviselnek. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok a projekthez.
Köszönjük szépen. Jó érzés hallani, hogy egy ilyen nagy szervezet, mint a Kamara, és a mi kis civil szervezetünk, amely évek óta bizonyos programokon dolgozik, mennyire közös nevezőket rajzol föl, akármilyen témában is, mert ugye hasonló volt a téma, amiről Zsuzsa beszélt, amikor mi a turisztikai kapcsolatokkal foglalkoztunk, amikor a helyi nemzetiségek beilleszkedésével foglalkoztunk, és most, amikor ez a kérdés merült föl, hogy miként is próbáljunk átmenteni a túlpartra régi kulturális értékeket, kézműves értékeket. És szóba került ugye a digitalizáció és a filmezés, mint mondom, az digitalizáció egyfelől. Másfelől, amikor mi filmezünk, akkor tulajdonképpen PR és reklámfilmet csinálunk kicsit általánosabban nézve azoknak a kézművesek számára, akik ilyenekkel bajlódnak mindenféle okból kifolyólag, amire a Zsuzsa is szézott. Ezért aztán mi is a digitalizációt jelentős mértékben koncepcionális kérdését kezeljük, amiről kiváló kollégánk Gyulai Tamás fog most rövid előadást tartani. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy Zsuzsa előadásának az utolsó diája még fönt van a vetítőn, mert ez így nekem kiváló végszó, hogy innen folytassam. Ugyanis az eddig előadásokból az szerintem nagyon jól kiderült, hogy ez a határtérség mennyi sok értékkel rendelkezik a kultúra területén. Viszont a digitalizáció az itt ezen a dián kerül elő először, és ugye a projektnek az a címe, hogy a digitális, vagy a kultúrák digitális találkozása, és az én dolgom most az, vagy feladatom, hogy erről a digitalizációról beszéljek, hogy ebben a projektben ezt hogy szeretnénk megtenni. És ami a projektünkben nem szerepel kiemelten, de itt nagyon jól látható, hogy az érték megőrzés mellett a fejlődés iránya, vagy a fejlesztés iránya az a kreatív iparban rejlik, ahogy itt az előző előadásból ezt hallhattuk. Tehát ezért én is arra szeretnék fókuszálni, hogy a kreativitás, a kultúra és a digitalizáció az hogyan tud összekapcsolódni. Szóval egy pályázatban mindig meg kell azt mondanunk, vagy alá kell azt támasszuk, hogy miért pont ezek a partnerek, ez a térség az, ahol egy ilyen fejlesztésnek létjogosultsága van. Én is ezzel szeretném kezdeni, hogy miért pont ebben a határon átnyúló régióban tudunk eredményesen lépni előre a kézműves hagyományok megőrzésében, a kultúra fejlesztésében és a gazdaság előrevitelében. Ugye a régióban két központi város szerepel, Szeged és Szabadka, de a szélesebb térségben is vannak olyan kezdeményezések, ami a digitalizációhoz kapcsolódik, és ez azért érdekes, mert hogyha azt a sok-sok mindent, kultúrát, tudást, amiről a mai napon már szó volt, azt a digitalizáció révén széles körben elérhetővé tudjuk tenni, akkor ez persze a világ másik végén is elérhető lesz az internet révén, de én azt gondolom, hogy elsősorban a közelebbi szomszédságban lehet annak olyan hatása, hogy az online megismert tudást, megismert kultúrát, aztán konkrétan egy turisztikai célú látogatás keretében tudják majd megnézni. Ezért én azt fontosnak érzem, hogy itt a szélesebb térségünkben a digitalizációnak azért sok olyan lépése történt, amit mi is hasznosítani tudunk. Kecskemétet, ha nézzük, ott jó sok éve van hagyománya annak, hogy digitális innováció működik. Hasonlóképpen ez így van Aradon is, akik a digitális városfejlesztésben dolgoznak már több éve, és ehhez
hozzá kapcsolódott Temesvár is. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy itt a távolabbi térségünkben is megvan annak a lehetősége, hogy a digitalizáció révén a kultúra előre lépjen. Nem véletlenül ezeket a városokat emeltem ki, hiszen, ami most a képen látható, ezeket a városokat autópálya köti össze, tehát manapság már a távolság az nem jelent nagy problémát, de az attrakcióra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy ott az autópályán száguldó turisták megálljanak és időt töltsenek a szükebb régiónkban is. Na most, a projektről már volt szó, különösen a szerbiai kollégák ismertették azt, hogy milyen konkrét tevékenységek lesznek ennek során. Én csak néhányat emeltem ki azért, mert a mai napon előadásokban is láthattuk, hogy ez nem egy új dolog, amit kitaláltunk, hanem azt szeretnénk tovább folytatni, tovább fejleszteni, ami már a régióban működik, a térségben működik. Nyári táborokat, ugye kézművesek is szerveznek, ahogy itt látható, a Rotary klubok is már több mint egy évtizede dolgoznak ilyen témában. Tehát ez egy olyan tevékenység, ami biztosan jó hatással tud lenni erre a projektre és a kézművesség megőrzésére. A kétnyelvű filmekről már volt szó, természetesen mi is akarunk ilyet ebben a projektben is készíteni, és ahogy Feleki tanárul elmondta, a kézműves hagyományokat a kamerák közreműködésével összegyűjtjük. És végül, de nem utolsó sorban, a digitális megjelenésnek is van már előzménye, hiszen a korábbi Interkult nevű projektben pont ugyan ilyen jellegű digitális tartalmat fejlesztettünk, ezt szeretnénk most ebben a projektben a kézművesség irányába kiterjeszteni, hogy ez minél praktikusabban használható legyen. És végül egy összefoglaló dia arról, hogy milyen irányban szeretnénk ezt a projektet megvalósítani, meg utána a projekt során össze kapcsolt szereplőket, miért gondoljuk, hogy hosszú távon is van értelme összefogni és számukra segítséget adni. Egy gondolat arról a kreativitásra kapcsolatban, hogy ez nem csak itt a dél-alföldi gazdaságfejlesztési térségben egy kiemelt terület, hanem ennek nagyon jelentős szakirodalma van, hogy a kreatív osztály az miért és hogyan tud egy város és térsége motorja lenni a fejlesztésben. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ez év végétől el fog indulni egy olyan európai hálózat, amely minden EU tagországban, sőt, gyakorlatilag minden régióban egy innovációs központot fog majd jelenteni, ahol a digitális technológiák elérhetőek lesznek. De azt talán még fontosabb Szegedről, vagy Csongrád megyéből, vagy ebből a délelőtti régióból nézve, hogy itt a tőszomszédságunkban fog jövőre, meg két év múlva megjelenni Európa kulturális fővárosa Újvidéken 2022-ben, Temesváron 2023-ban. Tehát ott nem csak, hogy rengeteg kulturális látványosság, kulturális kínálat lesz, amit majd valamilyen mértékben digitálisan is el lehet érni, de itt azt lehet megcélozni, hogy ebben a folyamatban, hogy ide figyelem irányul ebbe a szerb-magyar-román térségben, határtérségben. Erre mi is tudunk készülni, és remélhetőleg ebből a nemzeti figyelemből valamennyi a délalföldi régióra is tud majd jutni. De persze ezt nem csak remélnünk kell, hanem tennünk is kell ezért. A már említett Interkult projekt záró konferenciáján már szóltunk arról, hogy Szegedet és Szabadkát szeretnénk összekötni egy kreatív, határon átnyúló innovációs kezdeményezéssel, és végül úgy azt tudom mondani, hogy mindehhez a következő hónapok során
a digitális kultúrák, a kultúrák digitális találkozása című projekt fog tudni olyan hátteret adni, hogy reményeink szerint konkrét előrelépésre tudjunk majd beszámolni akkor, amikor ennek a projektet adjuk a záró konferenciáját néhány hónap múlva. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves közönségünk, amikor megterveztem ennek a konferenciának az előadóit, illetőleg témáit, akkor arra gondoltam, hogy remélhetőleg tényleg körbe tudjuk kerülni ennek az egész bonyolult historikus rendszernek, amelyet a kézművesség, iparművesség és a hagyományőrzés egyben jelent, és ennek a tulajdonképpen a transzformációját a jövőben, aminek a kérdései nap mint nap mint digitalizáció bennünket is érint, hogy reméltem, hogy ez szépen föl is rajzolja azokat a problémákat, amelyekkel nekünk foglalkozni kell, lehet, és jó eső érzéssel sikerre is vihetjük ezt a témát. Én remélem, hogy mindenki ugyanebben a hitben tud innen távozni, meg azt is, hogyha most én elköszönök Önöktől, és itt a helyben a további kérdéseket egymás között beszéljük meg, nem az internetes térben, akkor mindenki úgy érzi, remélhetően, hogy ez a konferencia valami pluszt adott az eddigi gondolkodása számára. Köszönöm szépen a figyelmet!